Nap mint nap hallunk híreket arról, hogy a települések külterületein lángra lobbant a kiszáradt aljnövényzet. A katasztrófa védelem tudná megmondani, hogy ezek közül mennyi az a tűzeset, amely a véletlennek köszönhető, és hány helyen emberi, szándékos vagy akaratlan közreműködés eredménye. Most egy olyan Tiszafüred külterületén rögzített felvételt láthatnak, amely március 5-én készült, amikor a megyében már tűzgyújtási tilalom volt érvényben. A várható időjárás, a jelentős csapadékhiány, az alacsony hold biomassa nedvesség tartalom és a megnövekedett tűzesetszám miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével 2022. március 10-től országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Ezt megelőzően már fokozatosan megtörtént a tilalom bevezetése. Február 20-án 4, március 5-én 9, köztük Jász-Nagykun-Szolnok, egy nap múlva 12 megyére, majd március 10-én az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A tilalom fennállásáig tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakó helyeken is, illetve tilos a parlag és gazégetés is. A felvételeken látható gazégetéssel károsodnak a talajban lévő hasznos bioszervezetek, a talaj lecsökkent szervesanyag készletét tovább pazaroljuk, rontva ezzel szerkezetességét, aszálytűrését, vízmegtartó képességét. Az ilyen égetés nem csak a talajba juttatható, a talajban lévő szerves anyag felelőtlen pazarlását jelenti, de levegőszennyeződést is okoz. A külterületen történő aljnövényzet meggyújtásával az állatvilág is károsodik. Vagy közvetlenül a tűzben pusztulnak el, vagy megváltoznak az élőhely ökológiai jellemzői, ezért kénytelenek elhagyni az eddigi élőhelyüket. Nagy veszélyben vannak ilyenkor a földön fészkelő fajok, vagy azok már kikelt fiókái, a fiatalabb egyedek, vagy a lassú, kisebb mozgáskörzetű állatok, mint a békák, gyíkok, csigák, rovarok. A tűzgyújtási tilalom apropóján elmondjuk, hogy Tiszafüred város önkormányzata a 28/2020. október 21-én kelt rendeletében, igazodva az aktuális kormányrendelethez, megtiltotta a hulladék, így az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetését a településen belül. Ez a rendelkezés 2021. január 1-én lépett életbe. Az ingatlanokon felhalmozódott zöld hulladék elszállítását ebben az évben is április 25, illetve 26-ától az NHS Tisza Kft. Végzi a korábban kiadott tájékoztató szerint.